Köszöntöm Önöket, Manner Csilla vagyok. Változékony napok állnak előttünk, lesz részünk szélben, csapadékban, de ami biztos, hogy a következő napokban is az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb napok várnak ránk. Egy nagy kiterjedésű ciklon van tőlünk nyugatra, északnyugatra, ennek a frontjai nagyon jól kivehetőek a műhold felvételen is. Ezek közelítik meg egyre inkább a Kárpát-medencét, ám ennek a hidegfronti szakasznak az előoldalán még ma feltámad, megerősödik és viharossá is fokozódik a déli szél, ez pedig a meleg levegőt szállítja hozzánk. Így ma a csúcsértékek többnyire a Kárpát-medencében 10 fok környékén alakulnak. Az Alpok alján, illetve az északi területeken lehet ennél még egy kicsit hűvösebb, néha csak 2-3 fok lesz a legmelegebb percekben. Eleinte pedig még csapadékra is számíthatunk, elsősorban északon, északkeleten. A magasabban fekvő pontokon havas eső és havazás is előfordul, majd egy picit megnyugszik az időjárásunk, elkezd szakadozni is a felhőzet, úgyhogy a rövid napos időszakoknak is örülhetünk. Többnyire inkább a napos órák száma, délkeleten lesz a legnagyobb, ott lesz egyébként a legmelegebb is, 12-13 fok is valószínű. És ami a meleget szállítja hozzánk, ahogy már említettem, az a déli délkeleti szél, és ez nagy területen lesz ma viharos. A nap második felében, inkább késő délután pedig nyugat felől határozottan a hidegfront hatására elkezd megvastagodni a felhőzet, így ismételten lesz részünk csapadékban is, de ebben az enyhe időben ez már egyértelműen eső formájában jön. Így az éjszakánk is csapadékos lesz még, és kedden a reggeli órákban is előfordulhat, hogy néha szükség lesz az esernyőkre, de kedden napközben mindenütt szakadozik a felhőzet, sőt előbukkan a nap is, és fokozatosan mérséklődik a szél. A csúcsértékek pedig 10 fok környékén lesznek, egészen tavaszias napunk lesz. Szerdán is még 6 és 11 fok között mérhetjük a maximumokat. Kedden azonban az esti órákban már elkezd megvastagodni a felhőzet, így szerdán újra csapadékos napunk lesz. Csütörtökön, december 31-én pedig változik a széliránya északnyugatira, így pár fokot visszaesik a hőmérséklet, de még január 1-én is csak kicsivel marad el a 10 foktól a maximum értéke, és csak gyenge fagyokban lesz részünk. A következő év első napjai is az ilyenkor szokásosnál enyhébbek lesznek. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!